Egészen biztosan nem érdemes azon gondolkozni, hogy melyik díj fontosabb, meg kevésbé. Szerintem teljesen felséges sorba állítani, hogy kell megpróbálni a díjakat, semmi értelme nincs. De azért talán van egy, ami mégis kiemelkedik, ez pedig az életműdíj. Átadom a szót Golyki Györgynek, a Szikra zsűri tagjának. Köszönöm szépen! Képzeljétek el, hogy van egy ember, aki minden létező bűnben és mocsokban fetreng, és aztán Isten megtalálja őt. Várjál, most itt integetnek a szervezők, hogy nem magamról beszéljek. Akkor most áttérek az életmű díjra. Ez az életmű, ez nekem két dolgot jelent, hogy mit művel az életében Isten, és hogy mit művel maga mindazzal, amit Istentől kapott ajándékba. És akinek most Szikra életműdíjat szeretnénk adni, ő egy olyan ember, aki azt hiszem, hogy mindannyiunk előtt példakép lehet, mert látszik az életében, hogy mit művel Isten, hogy formálja át, hogy engedi ez az ember, hogy Isten vezesse őt, és hogy mond le saját magáról, hogy élek többé nem én, hanem él benne egyre több Krisztus. És az is példaértékű, ahogyan alkot. Hogy az a tehetség, amit Istentől kapott, azt nem dugja el. Azt hiszem, hogy tudjátok, hogy milyen érzés az, amikor valaki belekerül, flash-e van, és jön. És nem tudod megállítani éjjel kettőkor. És akkor, vagy vezetés közben, és akkor előveszed a telefont, és a diktafonba mondod bele a mérszerkültet is. De olyan is van, amikor nem jön a flash. És úgy is lehet alkotni. Tehát azt hiszem, hogy hűnek maradni a tehetséghez, amit Istentől kaptunk, és hűnek maradni az alkotáshoz, az is egy óriási dolog. Az az ember, akinek szeretnénk most életműdíjat adni, az mind a kettőben példakép számunkra, mindannyiunknak példaképünk lehet. Úgyhogy én szeretném most felhívni a színpadra, hogy vegye át a Szikra díj 2018-as életműdíját, Pajor Tamás! Hát nagyon megható, megmondom őszintén, sőt kicsit zavarba ejtő fogalom ez az életműdíj, ilyen fiatal korban. Jó, hát elmúltam 27, oda-vissza, de tényleg komolyra fordítva a szót, nagyon-nagyon köszönöm a zsűrinek, meg azoknak, akik úgy ítélték meg, meg a Gyurinak a kedves szavait. Igyekszem betölteni ezt a jövőben is, meg talán eddig is igyekeztem, de mindezért tényleg isteni a dicsőség, mert ahogy az előző dalban énekeltem is, volt idő, amikor hosszút kések éjszakára, és viszont utánam jött az, aki előttem lett. Úgyhogy így hát elveszett voltam, és meglett ember lettem. Úgyhogy azóta azt hirdetem a mesterséges embereknek, hogy üljenek az emberséges mesterhez. Úgyhogy tartsatok velem ti is ebben, és természetesen nagyon-nagyon köszönöm azoknak, akik eddig is velem tartottak, a zenekaromnak, a családomnak, a keresztény testvéreimnek, pásztoromnak, barátaimnak, akik mindenben segítettek, és még egyszer köszönöm mindannyiótoknak. És hát tartsunk együtt tovább ezen az úton, mert nagyszerű dolog, hogy van egy keresztény zenei széna. Vajon Tamás! Ne menj el, Tamás! Maradj itt, egyrészt hadd tapsoljunk meg! Vajon Tamás!